Egésznapos programmal várta a járművezetőket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága az egyik nyíregyházi bevásárlóközpont parkolójában szombaton. A rendőrségi ellenőrző pontokon a járművek és a járművezető okmányait ellenőrizték, a gépjármű folyadék szintjét és az autók műszaki állapotát vizsgálták. Az őszi-téli átállásra az autókat is fel kell készíteni, ezt általában a járművezetők is tudják. Én is mindig felkészítem az automat az őszi-téli átállásra, ugye lecseréltetjük a kereket, átnézhetjük a folyadékokat, hogy mindegyiknek megfelelő legyen a fokolása, hogy ne belefagyjon véletlenül az autóba, hogy tudjuk mosni a szélvédőt, meg hogy a hűtési rendszer is megfelelően működjön, nem beszélve arról, hogy ugye a megfelelő vízhőmérsékletnek köszönhetően van fűtés az autó, mert ezért nem fogunk télen sem megfázni. Az akcióban a Nemzeti Közlekedési Hatóság is segítette a rendőrök munkáját. A szakemberek ellenőrizték az autók világítását és folyadékszintjét, miután átvizsgálták a járműveket műszakilag is. A hátam mögött lévő állomáson egy komplet műszaki vizsga folyik, egy mobil műszaki vizsgálomással. Itt a fékhatásokat, a kormányművet, a lengéscsillapítókat, tehát egy komplet műszaki vizsgáztatás, ami a hátam mögött folyik. Megnézzük a világító jelzőberendezéseket, hiszen a látni és látszani egy nagyon fontos szlogen, főleg, hogy jön azért a ködös, nem szeretem párás idő. A rendezvény teljes időtartama alatt lehetőség volt a kerékpárok regisztrációjára is a Bike Safe programban. A Vörös Kereszt szintén segítette a rendőrség munkáját a bevásárlóközpontban. Itt kreszttesztet tölthettek ki az érdeklődők, motorszimulátort próbálhattak ki, és a közlekedést befolyásoló tényezőket is vizsgálták az önkéntesek. Például vércukorszintet és vérnyomást mértek a Vörös Kereszt dolgozói. A rendőrség balesetmegelőzési bizottsága idén egy új programmal is készült a járművezetők részére. Azt tapasztaltuk, hogy az emberek nem tudják felszerelni a hóláncot, és ha most itt megpróbálják nálunk egy kerékre jó időben feltenni, akkor könnyebb lesz a télen -10 fokban gémberedett ujjakkal. Ezzel is próbáljuk azt elérni, hogy az emberek ismerjék a járműveket, ismerjék a saját járművüket, ismerjék azokat az eszközöket, amik a közlekedés biztonságosabbá tehetik. A rendőrség akcióján egy mobil kormányablakbusz is rendelkezésre állt, amelynek segítségével helyben érvényesíteni lehetett a lejárt okmányokat.